vizedet? A Bácskosútfalvi iskola udvara egy hétre sátortáborrá vált. 275 gyermek jött el idén Vajdaság egyik legrégebbi táborába. 70 felnőtt vigyáz rájuk. Vannak, akik nyaralás helyett érkeztek. Hát nyaralás is lehet. Szerintem olyan jó, mint egy nyaralás majdnem. Azt tudjátok én, hogy a Balázsunk valamit mindenünket fölkelteni a napot? A reggeli előtt közösen próbálják meg a táborlakók felkelteni a napot. A reggeli következik, lángost és teát kaptak a résztvevők. Magyarországról, négy kútról is érkeztek táborozók. Többen közülük már évek óta visszatérő lakók. Melyik útra jöttem? A déli határtól nem messze van ez a kisváros. Harmadjára vagyok itt, és azért, mert ugye, hát én foci táborba jöttem, és tavaly meg tavaly előtt is elég sok élményt szereztem itt, és megtetszett. A magyarországi fiatalok azt mondják, ameddig tudnak, vissza fognak jönni, mert sok izgalmas dolog várja őket. A reggeli után 10 féle foglalkozás közül válogathatnak a táborlakók. A modellezők éppen egy középkori vár elkészítésén dolgoznak. A hip-hoposok már megkezdték az edzést. És azaz. Egy másik teremben kamaszok vannak, ők az önismereti táborba jelentkeztek. A fitnessesek ismerkednek egymással, a focisták meg az íjászok külső helyszínekre vonultak. Majd ebédre térnek vissza. A Bácskosútfalvi tábor úgy invitálja a gyerekeket, hogyha belevaló vagy, itt a helyed. Negyedszázados múltjuk azt mutatja, hogy a gyerekek jó szívvel jönnek ide. Nem véletlenül az a szlogenje a tábornak, hogy egy hét alatt egy évnyi élmény, mert arra törekszünk, hogy ténylegesen a gyerek, amikor eljön, akkor fejlődjön, tanuljon és rengeteg élményt kapjon. Mert azt gondolom, hogy most már a gyerekeknek a hétköznapjai is sokszor nagy megterheléssel, feszültséggel jár, és szükségük van arra, hogy valahol pozitív megerősítéseket kapjanak. És ez a tábor egy olyan lehetőség, egy olyan helyzet, amikor kaphatnak pozitív megerősítéseket. És ezzel akár így ki tud tartani egész évben, várja a következőt, hogy ismét kapjon egy nagy dózist, amivel tovább tud menni, és azt remélem, hogy ettől boldogabb lesz. A Bácskosútfalvi tábor szervezői azt mondják, már olyan gyerekek is vannak itt, akiknek szülei is jártak ebben a táborban, sőt olyan szerelmek is szövődtek itt, amelyből házasság lett. Az íjászok a közeli erdőben gyakorolnak, a focitábor résztvevői pedig a falu sportpályáján. Ez utóbbi csapat a legtömegesebb, összesen 58-an rúgják itt a bőrt. A Bácskosútfalvi tábor szombaton ér véget.